Köszöntök mindenkit a mai délelőttön. Szeretném egy imával kezdeni. Uram, kérlek, hogy áld meg azt, amit szeretnék átadni ennek a gyülekezetnek. Áld meg, Uram, a Te áldásoddal, segíts, hogy a Te akaratod, a szándékod és a véleményed jöjjön át, és segíts nekünk, Uram, hogy tudjunk meríteni abból, amit Te adni akarsz nekünk, Uram. Jézus nevébe kérem ezt tőled. Az elmúlt vezetőségi megbeszélés kapcsán tett eldöntő az, hogy miről kellene, hogy szóljon a mai ige hirdetés, és hát ott kaptam meg azt a vezérigét is, ami alapján a mai ige hirdetést szeretném megtartani. És hát nem akarok készületlenül sohasem kiállni, és én úgy szoktam, hogyha csinálok egy tömör vázlatot, és akkor utána abból történik az igehirdetés. Hát a tömör vázlat az úgy sikerült, hogy egy 4 órás igehirdetés jött ki belőle, és hát féltem, hogy esetleg lesz, aki türelemmel, vagy türelmetlenül fogja viselni ezt az időt, és utána hát lecsipte minden onnan, és sikerült olyannyira lekapasztani szegényt, hogy hát belefér egy normál igehirdetés keretei közé. Természetesen ezt nagyon alaposan ki lehetne tárgyalni ezeket az igéket, órák hosszát lehet róla beszélni, de ezt meghagyom nektek, és meghagyom mindenkinek saját magának, hogy a hét folyamán ezekről elmélkedjem. A másik, hogy tanulmányozom a Talmudot, és találtam benne egy nagyon érdekes részt. Ugye a Talmudot azt a Sanhedrin tagjai készítették el annak idején, és azt tudni kell, hogy ez a Sanhedrin, ez egy nagyon nagy tiszteletű és nagyon nagy becsben álló emberekből lett összeválogatva, ugye ez a zsidó nagy tanács, és meg is van határozva az, hogy ki lehet a Sanhedrinnek, tehát a vezetőségnek a tagja, kizárólag nagy kaliberű, bölcs, jó megjelenésű, életkorú férfiak, varázslásról való tudással, és akik beszélik az emberiség mind a 70 nyelvét. Tehát itt már kiesnék a pixisből, mondjuk ez a 70 nyelv, ez nekem azért elég erős, még a felé is erős lenne, tehát elképzelhetőnek tartom, bár nagyon nehezen az, hogy valaki megtanuljon 70 nyelvet, nem tudom, hogy hány év kell hozzá, de szerintem nagyon sok, tehát nagy valószínűséggel fiatal életkorú emberek nem voltak a Sanhedrinben, és ami miatt ezt idehoztam elétek, nem nagyon függ össze az alapigével, de mondom, ezt idehozom elétek, hogy találtam benne egy olyat is, hogy senki nem kaphat helyet a Sanhedrinben, ha csak nem képes bebizonyítani egy hüllő tisztaságát biblikus szövegekből. Tehát nem tudom, hogy leesette az, hogy mit olvastam, tehát ha csak nem képes bebizonyítani egy hüllő tisztaságát biblikus szövegekből. Ugye ez elég érdekes, amikor a zsidók felállnak, és az egyik ember azért beszél, hogy utána a végén a többiek elhiggyék azt, hogy a kígyó tulajdonképpen egy tiszta állat. Ráadásul a Talmudban van egy lábjegyzet ehhez a részhez, amelyik tisztázza azt, hogy egyértelműen tisztátalannak nyilvánítják a hüllőket a zsidók. Tehát úgy kaphat helyet a Sanhedrinben, ha képes bebizonyítani azt, hogy egy hüllő az egy tiszta állat. Na most ültem és néztem, és mondom, hát ezt értem is, meg nem is értem, hogy tulajdonképpen hogy lehet úgy beszélni, hogy az ember gyakorlatilag az ellenkezőjét mondja annak, amit tud és hisz. És hát ezek szerint lehet, ugyanis vannak emberek a Sanhedrinben, akik mindannyiunknak meg kellett, hogy feleljenek ennek a feltételrendszernek. Tehát nagy valószínűséggel én azt gondolom, hogy ezek az emberek ezek nagyon-nagyon jól tudtak érvelni, olyan jól tudtak érvelni, hogy akár valaminek az ellenkezőjét is meg tudták érvelni, és be tudták bizonyítani. Én nem szeretnék így állni előttetek ma, hanem úgy szeretnék beszélni, és úgy szeretnék bizonyságot tenni, hogy az a tiszta ige, amit az Isten elém adott, az megmaradjon. A mai ige az nagyon rövid lesz. Tulajdonképpen mire felállnátok, vissza is ülhetnétek. Tehát gyakorlatilag két rövid mondat, amelyik a János evangéliumából a 13. fejezet 34 és 35-ös versek.
így hangzik, új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Amen. A megtérésem óta foglalkoztat az a gondolat, hogy hát miért van az, hogy néha olyan jobb a hangulat a gyülekezetben, néha rosszabb, néha érezni a levegőbe a feszültséget, néha barátinak tűnik a közösség, és ez állandóan változik, van benne egy ilyen hullámvölgy és hullámhegy, és néha a kívülálló is úgy érzi, hogy a gyülekezet nagyon összezár és összetart, és néha pedig kicsi kaotikusnak érzi az ember a gyülekezetben az állapotokat, hogy ez mitől van, és mit lehet tenni azért, hogy egy gyülekezet jobban össze tudjon zárni, és tulajdonképpen be tudja tölteni azt a funkcióját, amiért Isten annak idején egybehívta az embereket, hogy legyenek tanítványok és alakítsanak gyülekezeteket. Sokféle dolog megfordult a fejemben, és sok szemszögből megpróbáltam a történeteket átnézni, gyakorlatilag rövidebb, hosszabb kihagyásokkal, nagyjából 12 éve dolgozom így gyülekezetek közelében, úgyhogy hát látom is a gyülekezeti életet, és hát azt tudom elmondani, hogy következtetésképpen, hogy hogyan lehet a gyülekezeti egységet fenntartani, arra jutottam, hogy kettő dologgal lehet a gyülekezeti egységet fenntartani. Az egyik a megbocsátás, a másik pedig a szeretet. Ezzel a két dologgal, semmilyen más módon, módszerrel, technikával vagy tanítással nem képzelhető el a gyülekezet lelki életének az egysége. Elkezdtem tanulmányozni a témával kapcsolatban néhány embernek az írását, és dr. Everett Worthington pszichológus számos könyvet és cikket írt a megbocsátás pszichológiájáról és hatásairól. 95 nyarán betöltek idős édesanyja házába, az asszony felébredt, meglepte a betörőt, aki egy feszítő vassal agyon verte. Miután felfedezték a bűncselekményt, Worthingtontól semmi sem állt távolabb, mint az, hogy megbocsásson. Csupán gyilkos indulatot érzett az elkövető iránt. Nehezen tudta elengedni a harag, a düh és a bosszú vágynak az érzését. A családi tragédia emléke továbbra is élénken él benne, azonban néhány év elteltével képes volt megélni egyfajta lelki harmóniát. Pontosan emlékszik arra a pillanatra, amikor megbocsátott anyja gyilkosának. Láttam magam, ahogy a baseballütőt nézem, azt kérdezte magamtól, kinek sötétebb a szíve, nekem vagy a gyilkosnak. Ez volt az a pillanat, amikor megbocsátottam neki. Életünk során mindenkit érnek sérelmek. Mindenkit. Ilyenkor felerősödnek a negatív érzelmeink, megbántottnak és dühösnek érezzük magunkat. Az, hogy képtelenek vagyunk megbocsátani, az tartósítja ezeket az érzéseket. Az orvosi kutatások szerint az ilyen állapotban lévő emberek szervezetében olyan folyamatok indulnak be, amelyek mérgező anyagot termelnek, savasítják a vért, és ha ez az állapot hosszabb ideig fennáll, akkor ez előbb-utóbb komoly betegséget okoz. Megnő a szív- és érrendszeri problémák valószínűsége, magasabb lesz a kortizol nevű stresszhormon szintje. A megbocsátás hiánya a hangulatunkra is hatással van, ilyenkor többet szorongunk, depressziósak leszünk. Ha nem bocsátunk meg, a sérelem által kiváltott negatív érzelmek egyre mélyebbek lesznek, és maradandó nyomot hagynak az egészségünkön. A testünk fogja jelezni, hogy az elménkkel baj van. Az orvostudomány igazolta François Bacon 16. századi brit filozófus gondolatát, bizonyos, hogy aki bosszút melenged, az önmaga tartja sebeit nyitva. A Biblia ezt sokkal régebben megfogalmazta, igaz nem orvosi kutatásokra alapoz, hanem csak Isten szavára, nevezetesen ne menjél le a nap a te haragoddal. Ez az Efezus beliekhez írt levélből van. És itt jön egy rövid bizonyságtétel, mert ez nekünk, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, ez egy elég érdekes pont volt, ahol amiről különböző volt ugye a véleményünk, de valamilyen szinten az, hogyha valamelyikünk megbántotta a másikat, akkor kellett, hogy ki tudjuk kommunikálni,
a problémát magunkból, és nem lehetett azt, mint amit látok sok házasságban, hogyha ha valamelyik fél beszól a másiknak, és azt rossz néven veszi, akkor valahogy több napon keresztül nem szóltak egymáshoz. És az ismerősök csak azt látták, hogy valami baj van, de igazság szerint nem tudták, hogy pontosan micsoda. Önmagában az egész sztori, hogyha az ember utólag visszanézi, az nagyon vicces, amikor két ember él, jön, megy, tesz, vesz egymás körül, és nem szólnak egymáshoz, hanem mint két rivális macska fújnak egymásra. Tehát ez egy nagyon vicces dolog. Annak nem vicces, aki benne van, mert ugye ezek a kémiai folyamatok, ezek dolgoznak belül, és hogyha sok ilyen van, akkor ez elég komoly betegségekhez vezethet. Gondolkoztunk azon, hogy hát hogyan lehetne ugye a konfliktust megoldani. Én is egy elég akaratos ember vagyok, a feleségem is egy elég akaratos ember, és hát valahogy ezt a kettőt, ezt úgy kellene összehozni, hogy ne halljunk bele egyikünk se, és ne történjen semmi olyan dolog, ami fizikai tettekben is megnyilvánul. Tehát mit csináljunk ahhoz, hogy ne menjünk egymás agyára, békességben és a Biblia szerinti módon tudjunk élni. És akkor elhatároztam azt, hogy kizárólag úgy tudunk egymás mellett élni hosszú távon, békességben, hogy ha ezt a parancsolatot, hogy ne menj el a nap, a te haragoddal, ezt betartjuk, és következetesen úgy alakítjuk az életünket, hogy nap végére azért, hogyha a nap folyamán bármilyen ütközés vagy olyan pont volt, ami esetleg sérthette a másikat, akkor azt meg tudjuk beszélni. Nyilván egy házasságnak az elején több ilyen dolog van, ugye még nem is nagyon ismerjük a másikat, még új a másiknak a reagálása, gondolkodás módját se ismerjük. Félreérthető szituációk, helyzetek és mondatok vannak. Most már hál' Istennek nincs ilyen probléma, de hát ezzel nagyon megküzdöttünk annak idején, hogy ne menjen a nap a te haragoddal. Jó kérdés, hogy mi is az a megbocsátás? Sokat kerestem ezt, hogy hát mi is az a megbocsátás, és könnyen megfogalmazni azt, hogy mi nem a megbocsátás, mint megfogalmazni azt, hogy mi is az. A megbocsátás nem jelenti a sérelem igazolását, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy megpróbálunk tovább lépni, és úgy tenni, mintha nem történt volna meg a sérelem. Tehát, mintha egyáltalán semmi nem történt volna, ez nem megoldás. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a sérelmet. És végül a megbocsátás nem jelent egyet azzal, hogy folytatjuk a kapcsolatot azzal a személlyel, aki sérelmet okozott nekünk. A megbocsátás nem egy képmutató folyamat, és nem egy látszat megoldás. Akkor jogos a kérdés, hogy hogyan is lehetne megfogalmazni azt, hogy mi a megbocsátás. Annak az elhatározásnak az erősödése, hogy egy jó szándékon és bizalmon alapuló kapcsolatot helyreállítsunk valakivel, aki megbántott bennünket. Tehát közel ahhoz a kapcsolatminőséghez térhessünk vissza, ami volt a megbántás előtt. A megbocsátást meg kell különböztetni a kegyelemtől, ami egy jogi fogalom, a mentség keresésétől, ami enyhítő körülményekre való hivatkozást generál, és a felejtéstől, ami a sérelemre vonatkozó emléknyom elhalványulását jelenti, és a tagadástól, ami arra vonatkozik, hogy a személy nem tud vagy nem akar szembenézni az őt ért sérelmekkel. Tehát azt, hogyha megbocsátunk, azt ezektől meg kell különböztetni. Azzal nem bocsátunk meg, hogyha keresünk az illetőnek valami mentséget, vagy elfelejtjük, úgy teszünk, mintha elfelejtenénk, vagy letagadjuk, hogy hát ez tulajdonképpen nem is volt sérelem. Ezek nem megoldások. A megbocsátást az Isten segítségével való felülemelkedés az örökölt emberi természetünkön, ez lehet a megbocsátás. A megbocsátás annak a keresése, hogy megláthassuk a másik ember arcában azt az Istent, amelyik az ő képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ugye Isten a képére és hasonlatosságára teremtett minket. Akire haragszunk, annak az embernek ugyanúgy tartalmazza az élete és a szelleme az Isten képét és hasonlatosságát. Tehát gyakorlatilag, hogyha a másik emberre haragszunk, akkor az olyan, mintha Istenre haragudnánk. A megbocsátás szervesen összekapcsolódik a szeretettel. Aki nem tud szeretni, az az ember nem fog tudni megbocsátani. Amelyik ember nem tud megbocsátani, az az ember nem fog tudni szeretni sem.
nem véletlenül emeli a szeretet parancsolatát Jézus mindenek fölé, és tartja a szeretetet a legfőbb parancsnak. Hogyan tanít bennünket Jézus? Jézus Simon farizeus házában arról tanít, hogy akinek többet engednek el az adósságából, az jobban fog szeretni. Akinek több bűnét bocsátják meg, az jobban szeret. Ez a Lukács 7:36-50-es részben van leírva. Új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez Jézus tanítása, és ez eléggé egyértelmű. Nagyon nem lehet azt mondani, hogy bármilyen parancsot is adott volna Jézus akkor, amikor a Földön tanított, kivéve ezt az egyet, hogy szeressétek egymást. És ezt nem úgy mondta, hogy hát ha lehet, akkor szeressétek egymást, vagy akit szimpatikus, azt szeressétek, hanem mindenkire kivétel nélkül vonatkozik ez a dolog, hogy szeressétek egymást. Pont. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amelyik terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek, mondta Jézus. Maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtő marad, úgy ti sem, ha nem maradtok meg bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki benne marad, és én benne, az bő termést hoz. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradtok szeretetében. Tehát Jézus nagyon fontosnak tartja azt, hogy azt értsük meg, hogy a szeretetben, hogyha megmaradunk, és tápláljuk a kapcsolatot Istennel, akkor maradunk életben, ugyanúgy, mint a szőlőveszőt. Képzeljük el, hogy van a szőlőtő, és abból kijönnek ugye ezek a szőlőveszők, kihajtanak, rajta maradnak ugye a tő, nem válnak külön, nem mennek külön, hanem abból kinőve érik el a termőszintet, és akkor nagy gyümölcsöket teremnek, amiket utána le lehet róluk vágni. Hogyha valamilyen okból megszakad a tővel ez a kapcsolat, akkor az a rész, amelyik a kapcsolatot megszakította, az a rész az elszárad. Utána az egészet nagyon szemléletesen írja le Jézus, az egészet összeszedik, ami így megszárad, és tűzre vetik. Jézus imádkozni is tanít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Több fordításban kicsit másképp van, miképpen, amiképpen, ahogyan, de ez nagyon fontos, ez a hangsúly. Láthatjuk, hogy a hangsúly az amiképpen van. Tehát imában kérjük Istent, hogy figyelje azt, ahogy mi megbocsátunk, és szeretetünket azok felé, akik vétkeztek ellenünk, és ő is így bocsátja meg a mi vétkeinket. Kemény mi? Gyakorlatilag, ha Isten tényleg így figyelne minket, és így bocsátana meg nekünk, akkor gyakorlatilag az emberiség halálra lenne ítélve. Pál megtérése pont olyan fontos az egyház történelemben, hogy három alkalommal van feljegyezve az apostolok cselekedeteiben. A damaszkuszi úton történő pálfordulás, azaz a keresztény üldöző Saul megkapja a szükséges kegyelmet, és ért is vele ahhoz, hogy Pál apostollá, keresztény térítővé lehessen. Az Apcsel 26:11-ben Pál magáról mondja, hogy féktelenül őrjöngött a hívek ellen, nyilvánvalóan Pál megölt néhány keresztényt. Miért hoztam ezt ide, ugye semmi összefügg. És hát azért hoztam ide, mert nekem például az egyik kedvencem, ha lehet ilyet mondani, a tanítványok közül Pál, mert nagyon nagy fordulást hozott az életében a megtérés. Valószínűleg Pál lenne az az ember, akit ugye az átlag gyülekezetben olyan különleges emberként tartanának nyilván, mert hát azért gyilkos volt. Embereket üldözött, nagy, kemény, kilengő, léha. Tehát az összes emberi normáknak
teljesen ellene ment, és mindenféle bármely korban lévő emberi normának sem tudott volna megfelelni, ugyanis minden korban elítélték a gyilkosságot. Hogyan tért meg ez a Pál? Ugye először még Saul volt megtérésekor. Saul még mindig lihegett az űrtől, és halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogyha találott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkus közelébe járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül, földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte, ki vagy uram? Azt folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, hogy mit kell tenned. Ez volt Pál megtérésének a története, és ezután bizonyságot is tett a megtéréséről. Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten gyülekezetét és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népen körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett, annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Érdekes ember Pál a Bibliában. Érdekes, hogy lehajol Jézus érte és maga mellé emelte, holott gyilkos volt, ellenség. Nem kereste a hagyományos értelembe vett megtérést. Tehát nem olyan volt, mint közülünk bárki, hogy hát éltünk valamilyen életet, ráugrunk erre az életre, elkezdtünk keresni valami mást, és rátaláltunk Jézusra. Pár egész egyszerűen nem keresett, nem érezte ennek az igényét. Végezte a dolgát, éppen szeretett volna a keresztények között egy kis rombolást csinálni, amikor megjelent neki Jézus. Tehát Pál ebből a szempontból is egy nagyon különleges ember volt. Jézus ránk talál, megszólít, megtisztít és elhív. Megbocsátja és elfedezi bűneinket, megtisztít, fehér ruhába öltöztet, és új emberré tesz. Ugyanúgy, mint Pált. És nem emlékezik meg az elkövetett bűneinkről soha többé. Hát kik vagyunk mi akkor, hogy felroljuk a másiknak a bűneit, és felhánytorgatjuk a múltat? Hogyan kérhetjük számon mások cselekedeteit, amelyeket letett Isten lábához, amelyeket megbánt, és amelyeket sosem akar újra elkövetni? Hogyan vagyunk képesek úrvacsorázni, imádkozni Istenhez, fohászkodni és áldást kérni akkor, amikor közben felrújjuk újra és újra a másiknak a bűneit, és felemlegetjük újra és újra neki azt a múltat, amelyről Isten már nem emlékezik meg többé. Jézus többször felhívja a figyelmet az egységre, és hogy egy akarattal vehetjük el a léleknek az ajándékait, nem képzelhető el áldás, ima meghallgatás, lelki növekedés, ha nem vagyunk egy akaraton, ha egy irány helyett össze-vissza támolygunk. Nem képzelhető el gyülekezeti élet és növekedés, hogyha nem gyakoroljuk a gyülekezetben a szeretet és a megbocsátás parancsát. Jó volt tegnap látni a Lídiákat, hogy hát ebben a tekintetben mi mennyire egyek, és mennyire együtt tudnak gondolkodni, imádkozni és áldani az Urat. Amikor Jézus elé mentek az emberek és kérték bűneik bocsánatát, Jézus mindenféle feltétel nélkül a puszta hitük alapján felszabadította a lelküket a bűn alól, semmit sem kért cserébe, csupán egy dolgot, menj és ne vétkezz többet. Minden közös cél és minden együtt töltött időnek akkor van értelme, hogyha ezt a legfontosabb parancsolatot komolyan vesszük, és kérjük a Szent Szellem munkáját az életünkben, hogy a harag és az engesztelhetetlenség ne verjen tanyát a szívünkben. Hogy tudjuk megbocsátani a testvérünknek, hogy ne a gonosz dobálja szét az életünket, hanem tudjuk, hogy mint közösség zárjunk össze a jó és közös cél érdekében. Isten többször is figyelmeztet arra, hogy ha valamiben hiányt szenvedünk, akkor azt kérjük el tőle.
Ha úgy érzed, hogy nem tudsz megbocsátani és nem tudsz szeretni, akkor kér segítséget Istentől, hogy formálja a szívedet és ne betegítsen meg az életedet a harag és a szeretetlenség. A Tim is említette itt a karácsonyt, jön a karácsony, amelyik még a világi emberek szemében is a szeretetnek az ünnepe. Hogyan mutassunk példát mi keresztények a világi embereknek a szeretetről vagy szeretetből, amin magunk elbukunk ezeknek a gyakorlása során. Készüljünk tehát a szeretet ünnepére egy megújult szívvel, egy megújult és együtt imádkozó közösséggel, hogy Isten örvendezzen, amikor együtt lát bennünket. Érdekes volt a Jánosnak a bizonyságtétele, amikor kiáltott és azt mondta, hogy hát azért érzi ő ilyen nagyon jól magát itt a gyülekezetben, és azért szeret ide járni, mert hogy mennyi szeretetet tapasztal meg önmaga irány, tehát hogy milyen szeretettel fordulnak hozzá az emberek. Én nagyon kívánom azt, hogy ezt gondolja ugyanígy egy év múlva is, és hogy mindannyian tudjunk a gyülekezetre és a közösségünkre így gondolni. 10 év, igen, azt mondtam, hogy 10 év múlva is, és ezzel szeretném zárni az ige hirdetést, hogy gondoljunk erre a parancsra imádkozó szívvel a hét során. Köszönöm, hogy meghallgattatok.